Itt van. Na, a kedves feleségem azt találta ki, hogy ne unatkozzak, mert nincs otthon, mindig kitál programokat. Most azt találta ki, hogy menjek el Kulcsra, azért 80 km, gyalogolnom kell a telekre, legalább 5 km, ebbe a táskába, ami nálam van, szedjem le a fehér tököt, pontosan 6 darab fehér tököt, és cipeljem vissza Budapestre. Most tanácsot kell követek, most menjek, vagy menjek haza, és feküdjek le, és pihenjek, készüljek a szombat, vasárnapi forgatásra. Mit javasolok? Dobd fel egy érmét, és döntsd el! Fifty-fifty az esélye! Menjek a telekre tökét, vagy menjek haza, aztán feküdjek le. 50-50 az esélye, dobd fel egy érmét! 3-ból 1! Tehát ez nem határozott válasz. Menjek a telekre, vagy nem menjek. Mondjam. De hagyd a fenébe. Hagyjam. Menjek haza, ugye? Igen. Ígyok meg két sört. Két sört? Hát, te tudod. Csak ügyek le. Jó van. Jó. Köszönöm szépen. Kacsok ki, vagy így? Ja, nap ne menjen. Igen, nap így csak. Csapó 2. Jó. De akkor nem ez van a csapó 2. Csapó 2. Indítsak. Megvan. Na most tovább folytatódik a gondom bajom. Mostában állom egy gondom bajokkal. Vagyok, hogy hová menjek, merre menjek, mit csináljak. A következő problémám, hogy máma menjek Kulcsra, de holnap mindenképpen megyünk Kulcsra, mert le kell szedni a mákot. Ugyanis van egy kertem, és mákkal ültettem tele, mert avval a legkevesebb volt. De a máknál meg az a probléma, hogy pici feje van. A máknak ekkora feje szokott lenni, és abban van mák szem. Levágjuk, kirázzuk a mákot, és akkor van mák. De most nem volt eső, és csak ilyen pici mák van. Most azon gondolkozom, kimenjek, leszedjem a mákot, vagy leszedjem be azt a picit, vagy hagyjam ott. Hát ha már úgyis holnap megy tök is kell, akkor mindkettőjét csináld meg egy napon is kész. Na de az a gondja a feleségemnek, hogy nem megvénül addigra a tök. Öreg lesz. A töket. Nem a tököt, hanem a kulcsi tök. Már szerintem nem fog. Nem fog, jó van. Kösz. Jó, csak.